Udvari szaunát létesítettek a Hotel Aquamarinban. Ez a beruházás egyik eleme annak a szolgáltatás bővítő folyamatnak, melyet lépésről lépésre valósítanak meg a szállodában. Tulajdonképpen nem egy hiánypótlás jellegű ez a kinti szauna, hanem szervesen kapcsolódik a medence rekonstrukciójához. Ugye, ha minden jól megy, akkor december közepén befedésre kerül a medence, és egy plusz szolgáltatást akartunk ezzel adni a vendégeknek, hogy a téli hónapokban, amikor hidegebb van, egy kicsit a hámsejtjeiket, a bőrfelületeket is ápolják. Magyarán benn vannak a benti medencében, átmelegszenek egy kicsit, kijönnek, megmártóznak a kinti medencéből, ami ugye jócskán hűvösebb lesz, szaunáznak egyet, télen, hogyha esik, akkor hógolyóznak, utána megint megmerülnek, megint szaunáznak, és így tovább, és így tovább. Szóval aki ezt szereti, az ezt élvezni fogja. Mi a különlegessége ennek a szaunának? Úgynevezett ökoszauna, tulajdonképpen nem, a mai világban ez annyira nem különös, nem különleges, mert próbálják természetes anyagokból felépíteni, tehát a lehető legkevesebb vegykezelt dolog van benne. Tulajdonképpen ez a szauna, ez ház a házba, tehát először megépítették a házat, és akkor utána beleépítették a szaunát. A szolgáltatás bővítés részeként november közepétől megújul a szálloda külső medencéje is. Egy úgynevezett fogadó szerkezetet kell építeni. A két hosszú részét a medencének felbontják, lemennek 60-80 cm mélyre, kiöntik betonnal, még egy kicsit jönnek kijebb, oda egy úgynevezett folyókát fognak építeni, ahol majd összegyűlik a csapadék, ugye ami télen, illetve elsős időben keletkezik a medence tetején. Ezt fogják most megépíteni. A beton az ugye húzódik, hetekig köt, szárad, stb. És hogyha a kivitelező is időben le tudja gyártani a szerkezetet, akkor december közepén jönnek, felrakják, és karácsonykor már fedett körülmények között lehet kint fürdeni. Az ön által említett beruházások, a szaunaépítés, illetve a medencefedés mekkora összegbe kerülnek, és milyen forrásból tudják ezeket megvalósítani? Mindent saját forrásból csinálunk. Még mindig nem sikerült olyan pályázatot találni, mivel nem írták ki, ami 100%-os önkormányzati tulajdonban lévő gazdasági társaságokra vonatkozik. Úgyhogy ez az éve úgy tűnik, hogy jó lesz. Ki tudtuk termelni ezt az összeget, amiben ez kerül. Ez nettó 14 millió, maga a szerkezet, ebben még nincsen benne az előkészületi munkák, a tervezési díj, az építési engedély megszerzése, az elnapló, és még sorolhatnám, aki már építkezett, az tudja, hogy miről beszélek. A szauna, a kinti szauna az olyan 2,5 millió volt, de mint mondottam, hát mindent, és utána majd jönnek az élményelemek. 10 különböző ponton lesz 2 különböző típusú élmény dolog. A medence szélén nyakmaszírozó, úgynevezett vízköpő, bent a medencébe pedig ezek pihenő blokkonként 2 derékmaszírozó, ami levegővel lesz megkeverve. Mennyire alakult egyébként jól a szállodában az idei esztendő, hiszen most már lassan közeledik az év vége? Jól alakult, semmi okunk nincsen a panaszra. Sajnos a belföldi vendégek kicsit elmaradtak, őket pótolták az oroszok. Ugye elég jó a város marketingje orosz vonalon, illetve keleti vonalon. Nagyon elégedettek az orosz vendégek, sokan visszajönnek. Tehát az a réteg, aki erre kíváncsi, és ezt tudja megfizetni, és tisztában van azzal, hogy ez a víz ez tökéletes, és ugyanolyan, mint bárhol máshol, sőt, közvetlenül alólunk jön. A gyógyászaton a munkatársak kiválóan képzett szakemberek, tehát teljesen elégedettek az oroszok is.